Ugye a regényekben is adódnak félreértések, de a végén aztán minden tisztázódik, és a kiki a párjára talál, mint Baranyi Ferenc a Lónapért Mennyasszony című darabjában. Szereplők: Vince, Fekete András. Lócsiszár, Húri András. Zsuska, Nagy Jánosné. Fruzsina, Papné Góri Judit. Deják, Solymosi László. Fogadják szeretettel! Sokára. Hozd már a bolcsúszka! Végre van a házat!
azért, hogy egészségünkre. Ez a piros nektár bölcsességet hoz rám. Halljuk hát, barátok, mi fejlomozta hozzá? A portékát jött nem pusztálni. Mondja, hogy hívják a kedvest? Kedve? Hát otrok volt inkább, mint kedve. Manci névre halva, izmos erős egészsége, nagy fogai van. Biztos a lovátok többször megkepérte. Jó dolgos a Miska, 10 aranya bére. Sokszor még az alvasát is jól megvakargatta, hogy kedvére legyen kennek a portény. Micsoda? A Miska megkepért a Manti? Hogy tud belőlem bánytál? Alap? Miért haragudnék? Hát magam sem voltam rá. Saját két kezemben ámoltam a kedves, mikor Miska nagyon be volt rúgva. Bizon megesett, hogy rám szorult a munka. De sorolhatnám még a kocsisok, régi kocsisok csoportját. Mondjuk, mint szívesen vakarhatnám. Boldalom! Gyalázat! Így fertelmességet! Mondj, legalább templomba járunk, támbor lélek. Hát mit kereszt dolgoktól? Ha már falunk lelkészte, egy ízben van, itt áventába készte. Rámászottam én papa hátára. Hát a templom szolga segítségével jól meglovagoltam. Elég! Ezzel őrzünk. Szava, mint a mérek. Hogy beszélsz egy istentelenséget? Ideje volna már valami szebbet is mondjon a Manciról. Én nem értem, kedved, hát én eddig is csak szépet mondtam róla. Mit papoljak tovább? Jó járású hó! Erő! Drágyát is tapostassak vele! A makrotus jól tesznek az osztor, gyere! Hé, mit nem mondtam még neki? Mit nem mondtam még neki? Semmit. Csak nem az, hogy a múlt esztendőben volt utoljára hazud. Haszos volt. Szörnyűség. Ja, mehetsz a Miska? Egyem itt nem beszélnénk össze, Miska. Mit fecsegít ki, a bort nem bírja. Egy derék kocsisról mit nem mondana még? Hát itt, akik nem vesz a targosi szomszéd, annak a csődöre volt, rugasodott a hátra. Ő? Ne folygassa! A két bukkanok nyomban. Szava, mint a szabja, hasít a szívemre. A Miska! A tulajdon apja! A kocsisok csapatja! Nem volt elég néki? Ez aki a lányát feleségül kéri! Micsoda! Mind a jángot. Még hogy én mesterni, nagykarú
Nyelvet! Hát ilyet gondolnék, az már csak lenne, te boros vagy, hogy tudok egy a fejét jobban, hogy a lelkét megy, ugye berokat! Hát, de egy hiátnak szívem odaadni. Oltál még büszkén vonulni. Este fátyolhatnám, reggel ébredgetni. Átilláját magam gombolnám be mellé. Úgy raknék eléje szalonnás pohárból. Inkább az konyaki boldogan nem észre, amit jó ízványos. De ugyan mit látok? Borhatottan, borhát! Amiben a bőrcek a borkokat locsolják, s ha bár nem ildomos fejér nézek inni, meghúzom a kantyót istenesen, hízni! Mondták, kiskorom van, szomjad! Megtanultam inni a bort alaposan. Ám, de bor nélkül elménynek lomhán futaló van. Ostoba és tompa, kemény, mint a kova. Mit él az a horda, amely küresen dob? A kántor is, ha borral tegy, jobban dunk. A szerelmes asszony csókja kortul édes, bizony bolondat kihozanul meg férjhez. Hogy a földben a kukat, 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 a k
Kedves ipar uram, a tündérlánydől az én arám, ugye? Nem csak a szolgáló, nem emlékszel rá? Elhozta a bort be, mikor még az aruádról vertem a bort le. Az ott az én lányom. Katakokat! Ezen a vagyomnak válom az így fél. Az az már nem. De hős leány csak is engem illet. Régen megfogadtam egy a szüleinek, hogy csak is akkor házasodott. Ha egy nő szépség illet letaszít a kor. Hát a nőmi szépségét el, de biva jelent. Ön ótámat összehúz fel. Fogadalma már van. Feleségük engem, adja hozzá. Kizogatta! Kupecsked vagy kérő! Vannak elkezdek, vagy feleség? Hát igaz, a lovájért jöttem ide én csak. De hajj meg, egy most a lovámmal kérdés. Látja, a teáknak a szolgálat tetszik. Ő is a leányok. Jé, az áldója! Ezek vetétárgyak! Ezek pendülnek egy húrot! A sors akarata szerint legyen úgy, Fuzsina hozzá még a lócsítár úrnak, én hozzám pedig jöjjön egy tündérlányka, bízén azt se bánom, ha nincs ilyen hozománya. Én fogjál mennek az órákig vitázzál, neked édes mindegy ki lesz a márkám, legyen a szívem. Miért ne legyek tárja, hiába hibáznék vitézbe. Teátrom, ilyen boldogságot nincs vagyonom fészem, de az életemet szépen belrel élem. Ne vonni vonába, Zsuzsko, nekem ok. Azt hiszed, hogy gazdál, kőszívünkbe, konok? Régen elköltöttem majdnem valaki feleségünkért, annyi hozományt kap, mint ha lányom lennék. Azért ihatnánk már el, hogy ilyettségre, meg arra, hogy kiki a párját megleréje ebből nagy kavarodásban. Megkövetek mindenkit, megkövetek szépen. Evelem poharak, ígyunk hát végre. Yeah! Részre a legszebb ajándék, ha jól szórakoztam. Mi nekünk több sem kell, mert kacagás... Kacagástól jobbá lesz az ember, szállja a külfőjén át, elpistol a mérget, és szívébe költözik a napsugaraszéket. De napsugárnyi békét, szívvel kérem, vigyék haza tőlünk Vásár térképet. Kedves vendégeink, amatőr csoportjaink bemutatkozása ezzel véget ért, mind a négy darabot
betanította és rendezte dr. Kerekesné Virt Erzsébet. Mai programunk csak itt a művelődési házban ért véget, mert 8 órától mindenkit várunk. Csónakos fölvonulás lesz a Szilvástól a kenyérgyárig, 8 órától 9 óráig. 9 órától a kenyérgyártól a polgármesteri hivatalig, 9 órától 10-ig lampionos felvonulás, és 10 órától pedig utcabál lesz. Mindenkit várunk. Köszönöm szépen a megjelenést és a kapcsolatot.